A hetedik kutya vasárnapot tartották meg ezúttal a Szabadidő Parkban. Az egésznapos program során többek között dr. Sas Imre állatorvos is tartott előadást, a szívférgességre hívta fel a figyelmet. Kutya vasárnap idén már hetedik alkalommal. Máté Lajos, a program alapítója elmondta, ez a rendezvény a Városközpont Rehabilitáció alprojektjeként indult, amikor civil szervezeteket kértek fel arra, hogy a Városközpontban szervezzenek eseményeket. Az állatok világnapjához kötődik, amit október 4-én ünneplünk. Az a cél, hogy népszerűsítsék a felelős állattartást. Az egésznapos program során dr. Sas Imre állatorvosi színpadra lépett. A szívférgesség nagyon gyakori betegség. Ma már az egyik vezető betegségnek számít. Gyakorlatilag a parazitózisok közül ma ez a legagresszívebb és legdurvább fertőzés, és a fertőzettségi szint óriási. Ez azt jelenti, hogy mi azt tudjuk lemérni, hogy a rendelőnkben előforduló kutyák hány százaléka fertőzött szívféreggel. Gyakorlatilag a vizsgált kutyák több mint 30, de inkább 50%-a fertőzött szívféreggel, és ez egy óriási nagy szám. Ez a régió nagyon fertőzött a szívféreggel, sajnos. A féreg elsősorban a tüdőartériában, tüdőerekben telepszik meg, innen kerül át a szív balkamrájába, balpitvarába, balkamrájába, és ezek az együttes jelenléte okozza az állatok egészségügyi károsodását. Érdemes egy alapfelmérést végezni, ez egy vérteszt, ami gyorsan néhány perc alatt kész van. Ez a vérteszt két részből áll, van egy vastagcsepp vérvizsgálat, amelyikkel megnézzük azt, hogy lárvák vannak-e a vérben, élő lárvák vannak-e a vérben. Ha az pozitív, tovább lépünk, ha negatív, akkor is. Tovább lépünk, és akkor egy ELISA-teszttel meg tudjuk azt állapítani, hogy kifejlett férgek jelen vannak-e a vérben, ez egy fehérje antigénnek a jelenlét. Vizsgálja. Ha jelen vannak a kifejlett férgek, akkor gyakorlatilag már a gyógykezelés a következő lépcső. Ha nincsenek jelen a férgek, és szeretné a tulajdonos megvédeni a kutyát a fertőzéstől, akkor különböző lehetőségek vannak. Vannak ezek a cseppek, amelyek rácsepegtetőek, ezek a szúnyogokat távol is tartják, és el is pusztítják. Itt a szúnyog elleni védelem az elsődleges. A következő lehetőség a különböző tabletták, amelyek szintén lehet alkalmazni abban az esetben, ha negatív az állat, tehát ha nem fertőzött a szívféreggel, akkor ezekkel a tablettákkal havonta a súlynak megfelelő adaggal gyakorlatilag biztonságban tudjuk tartani a kutyát. Ezek a tabletták, ezek a keringésben levő lárvákat eliminálják, és nem engedik, hogy befertőződjön az állat, és hogy kialakuljon a kifejlett féreg. Megoszlik az emberek véleménye abban, hogy a kutyának van-e helye az ágyban. Kikértük az állatorvos véleményét. Ez abszolút nem helyes cselekedet, ez az én véleményem, és igazából azért az a véleményem, mert ezek a kutyák ma már olyan baktériumokkal és parazitákkal lehetnek fertőzöttek, amelyek egészségkárosodást okozhatnak a gazdájánál, a tulajdonosoknál, és főleg a gyerekek vannak itt kritikusabb helyzetben, mert ugye szeretgetik, simogatják, puszilgatják a kutyájukat, és hogyha utána véletlenül a kutya bőrén, szőrén olyan kórokozó van jelen, olyan baktérium, vagy olyan parazit, vagy olyan pete, amelyik humán fertőzést okozhat, már pedig nagyon sok van ilyen, bekap egy falat sütét, bekap egy falat bármit a szájában nyúl, ezzel beoltja saját magát, tehát bejuthatja a szervezetébe azokat a esetleg kórokozókat, esetleg parazitákat, amelyek jelen vannak a kutyában, annak ellenére, hogy nem tud róla ugye a tulajdonos. Ezek a kórokozók, vagy a bőrén levő gombát például nagyon szépen át lehet telepíteni, és ezt látjuk elég gyakran, hogy jön a tulajdonos, és jön a gyerek, hogy viszket a keze, és viszi őt és az orvoshoz, és azok a tünetek azonosak, amik nálam vannak, mint az állatoknál. Tehát én azt mondom, hogy az állatokat ne tegyük az ágyba, ne aludjon az ágyba. Az állat nem mossa meg a fenekét, tehát ürülnek ott kórokozók, ürül ott széklet, azok olyan kólitörzsek, amelyek esetleg, vagy szalmonellák, amelyek ma is halljuk, hogy a szalmonella fertőzés itt is, ott is, amott is. Tehát ezek a szalmonellák például, ezek nagyon kritikus helyzetet tudnak teremteni. A program vendégei megismerkedhettek többek között a csodakutya alapítását.
alapítvánnyal is, akik az ország számos pontján jelen vannak. Három megyében dolgozunk, segítő kutyákat képzünk, ők terápiás kutyák, személyi segítő és mozgássérültet segítő kutyák, illetve állatasszisztált terápiás fejlesztéseket biztosítunk gyerekeknek. Miből lehet tudni, hogy kiből lesz jó csodakutya, segítő kutya? Hát jó esetben teszteljük a kölyköket, és úgy választjuk ki a kutyákat, de előfordul mentett kutyából is lehet. Az alaphabitusát vizsgáljuk a kutyának, illetve a kutya-gazda párosnak. Az a kutya, amelyik itt áll melletted, róla mit lehet tudni? Ő Index, személyisegítő kutya, ő a kisfiunkkal együtt vizsgázott, ő a mindennapokban segíti azt, hogy nyugodtabb életet éljünk, illetve hát támogatást, lelki segítséget ad a fiúnak. Fábián Émile, a Léza kuratórium elnöke abba is beavatott minket, hogyan történik egy kutya és a későbbi gazdi találkozása. Az én fejemben van már egy gondolat, hogy akkor melyik kutyát kinek szánjuk, ismerjük a klienseket, ismerjük a kutyákat, és akkor illesztjük őket, és jó eséllyel lesz, sikeres lesz az illesztés, komoly kötődést alakítunk, és így fognak együtt dolgozni és együtt élni. Hogyan érzitek magatokat itt a kutyavasárnapon? Köszönjük a meghívást, nagyon jól érezzük magunkat, visszatérő vendégek vagyunk, és reméljük jövőre is találkozunk. Kutyavasárnapon rengeteg kicsi és nagy simogatta a négylábúakat, akik jól bírták az egész napos gyűrődést. Igazából nekik terápiás órarendjük van, tehát rendszeresen ugyanazokba a csoportokba térnek vissza, és így dolgoznak. 2-3 terápiát naponta, tehát a munkabírásuk nem az, mint az embereknek, tehát az nem dolgoznak 8-tól 4-ig. Azt gondolom, hogy igen, tehát jól bírják, és erre vannak kiképezve. A terápiás kutyáknak számos vizsgán kell átesniük, és rengeteg dolgot kell elsajátítaniuk. Ha ez megvan, igazi családtagokká válnak. Az eleje nyilván a szocializáció, illetve az alapengedelmes, amikor már a kölyök vagy a fiatal felnőtt kutya ezeken túl van, tehát mi próbáltuk minden ingernek kitenni, és jól szocializált fajtásokkal is, emberekkel is, illetve alapengedelmes dolgokat tudja, akkor jönnek a speciális feladatok, a trükkök tanítása, illetve a segítő kutya típusától függően a vizsgára való felkészítés. Nyilván a kutyát el kell látni, tehát a biológiai szükségleteit ki kell elégíteni, fizikálisan ugye gondozni kell, el kell vinni állatorvoshoz, el kell vinni kutya kozmetikába. Minden nap a mozgását biztosítani kell, egészségügyileg el kell látni, tehát ilyen szempontból plusz munka, hogyha erre vonatkozott a kérdés, igen, de azt gondolom, hogy a segítség, amit tudnak adni, az még mindig megéri, tehát még mindig kompenzálja, és még mindig megéri.